Juhász Ildikónak a festéshez való ragaszkodása egészen kisgyermek koráig nyúlik vissza. Nagyon szerettem rajzolni, tehát ha bármilyen eszköz, amivel rajzolni lehetett, vagy nyomot hagyni valamin, akkor azt én megtettem. Tehát azért mindenféle csinytevés is belefért, a viaszos vászontól kezdve a csempére, tehát én mindig rajzoltam. Ez volt a kedvenc. A mozgáson kívül, mert tehát ugye nagyon mozgos gyerek voltam, meg szerettem a sportot, az éneket, és mindenféle mást, amit hát az akkori gyerekek műveltek. És ezen belül ez egészen 8-ig, és akkor a Bodor tanár úr már engem fejlesztett, mert látta, hogy ez nekem milyen fontos, és akkor az ő ajánlására mentem Pécsre, a művészeti gimnáziumba, ahol 75-ben érettségiztem. A festővászon tartalommal való megtöltéséhez számos technikát használ Ildikó. Kiállításomnak is azért adtam ezt a címet, hogy Világaim, mert szerettem volna azt érzékeltetni, hogy amikor mondjuk tussal rajzolok, az is egy világ, mert ugye akkor csak a vonal érvényesül, és az, hogy a vonalat milyen sűrűn húzom, és azzal próbálok térbe helyezni valamit. Bár én síkos vagyok, tehát én az iskolában nem a plasztikus csoportba tartoztam, mi külön is tanultuk a rajzot. Tehát a reklámgrafika és a szövőszak a síkos, és akkor az ötvösök meg a plasztikusok voltak, akik eleve úgy tanítottak bennünket, hogy a térlátás őnekik nagyobb legyen, mint nekünk. Az atom, amiből pár darabot kitettem, a diófapát, és mivel Tengelicen születtem, ott nőttem föl, oda van nagy kötődésem, és nagyon szomorúan láttam, hogy egy pár éve az ottani tó, a felsői tó kiszáradt. Amit én úgy szerettem, oda jártunk kirándulni, majálisok voltak, csónakáztunk, és davirózsa volt, és minden, és most kiszáradt. És akkor ennek a tónak az emlékére készítettem egy sorozatot, hogy úgy megmaradjon, hogy ott azért volt ott egy ilyen csoda, ami számunkra mindig felüdülést hozott. A többi munkám, a tusgrafika, az vagy olyan, hogy amit látok, azt lerajzolom, vagy amit elgondolok, amit kitalálok. Juhász Ildikó Világaim című kiállítása május 5-ig tekinthető meg a Bonyhádi Művelődési Ház nyitvatartási idejében.